Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lorán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése, bizottsági tagokat választottak. Faültetés. A kispolgárok tiszteletére ültettek facsemetéket Dombóváron. Alakuló ülés. Tárgyalt a Szekszárdi Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottság. Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Továbbra is cél a térségfejlesztés. Ülésezett a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése. A képviselők a különböző bizottságok elnökeit és tagjait választották meg, továbbá elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot is. Potápi Árpád János államtitkár országgyűlési képviselő emlékére néma csenddel és megemlékezéssel kezdődött a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének legutóbbi ülése. Az ülésen a különböző bizottságok elnökeivé Égi Csabát, Kovács Jánost, Pintér Szilárdot és Cseke Istvánt választották. A bizottságok munkájától függ a pályázatoknak és így a fejlesztéseknek a gyorsasága, és semmiképpen nem szerettük volna, hogy ebben bármilyen elakadás legyen. Tehát már van olyan projektünk, ahol bizottsági döntésre van szükség, ezért is volt nagyon fontos, hogy minél hamarabb megalakuljanak a bizottságok. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság élére Pintér Szilárd és Cseke István személyében új elnököket választottak. Orbán Attila reméli, hogy ezáltal új lendületet kap az önkormányzat munkája. Az a fontos, hogy minél hamarabb, minél több projektet meg tudjunk kezdeni, véghez tudjunk vinni, és át tudjunk adni a településeknek, minél több fejlesztést tudjunk eszközölni. Az ülésen letették esküjüket a bizottságok megválasztott külsős tagjai is. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Dombóváron a kispolgárok parkjában ültettek fákat a legkisebbek tiszteletére, szüleik és nagyszüleik részvételével. A hagyományos eseményen Deli Orsolya a zenés-táncos foglalkozást tartott. Fotófallal, valamint finomságokkal várták a résztvevőket. A dombóvári faültetésen Tóth Zoltán civil tanácsnok is felszólalt, aki köszöntötte Dombóvár újszülötteit és hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt években számos olyan fejlesztést és beruházást valósított meg, amelyek az édesanyák mindennapjait könnyítik meg. Mint minden önkormányzatnak nekünk is nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, sok gyerek legyen, és hogy a gyerekek, anyák, szülők jól érezzék magukat a városban. Ennek keretében igyekszünk minél több ehhez kapcsolódó beruházást megvalósítani, bölcsődebővítéseket, most épül egy új óvoda a városban, illetve nemrég adtunk át egy új, azt gondolom, jól kihasznált játszóteret is. A Kispolgárok Parkjának ugye ez a második helyszíne már, és ahogy nézem, ez is betelt, pedig még csak 3 éve kezdtünk itt ültetni. Én nagyon remélem, hogy a következő helyszín ennél nagyobb lesz, és még gyorsabban be fog telni. A Kispolgárok Parkjában tartott rendezvény különleges lehetőséget nyújtott a családok számára, hogy együtt hagyjanak maradandó nyomot a következő generációnak. A szülők meséltek arról, mit jelent számukra ez a gesztus. Októberben született a kislányunk, most már 1 éves, és ő a harmadik, és mind a kettőnek van, 2 nagyobbnak is, és úgy gondoltuk, hogy a harmadik sem maradjon ki a sorból. Szerintem nagyon jó dolog. Én nagyon-nagyon vártam, fel is kerestem az önkormányzatot már, hogy mikor lesz ilyen, mert szép dolognak tartom, és tök jó lesz majd nézni, hogy mekkorára nő a fa az évek során. A faültetés nem csak a természet iránti tiszteletet, hanem az új generációkba vetett hitet és az összefogás erejét is jelképezi. Dombóváron idén is szülők és nagyszülők közösen állítottak elő emléket a jövő számára. Már több mint 700 ezeren regisztráltak a Gondos Óra programra, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A program a magyar kormány által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás.
Ennek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket, nem csak vészhelyzet esetén. Remek eredményeket értek el a Bátaszék Sportegyesület karate szakosztályának versenyzői a ciprusi Vadókáj Európa-bajnokságon. Váncsa Zsombor első, második és harmadik helyet is bezsebelt. Aranyérmet nyert továbbá Pesti Ábel, Bóta Bence, Vörös Botond, Péter Panna és Hefner Zsófia is. Hangulatos őszi programot szervezett a Tolnai Művelődési Központ. Előzetes bejelentkezés után október 27-én egy kézműveskedéssel egybekötött tökfaragáson vettek részt kicsik és nagyok. Lámpásokat, karkötőt, díszes táblákat készítettek az alkotni vágyó családosok. Józsa Jácint, művelődés szervező örömmel nyugtázta, hogy teltházas lett az eseményük. Ez a Halloween igazából egy olyan ünnep, vagy egy olyan téma, amiben minden korosztály megtalálja a magának való tartalmat. Tehát a kicsitől a nagy is tud készíteni, meg hát kézműveskedni minden korosztályú gyerek szeret. Szekszárdon első alkalommal ülésezett a napokban az Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottság. A többi bizottsághoz hasonlóan 6 fővel működnek, közülük 4-en közgyűlési, 2-en külsős tagok. Első alkalommal ült össze az új önkormányzati ciklus Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottsága Szekszárdon. A bizottság elnöke Böröc Máté, elnök helyettesnek a szekszárdi kosárlabda szeretők által jól ismert Szabó Noémit választották meg. További tagokként Janó Attiláné, Klézli Brigitta, Jámbor Attila és Gál Attila is segítik a közös munkát. Elkezdünk kidolgozni egy olyan helyi támogatási rendszert, amely átláthatóbb és mérhetőbb szempontrendszerek alapján osztja el az egyesületeknek és bizottságoknak azt a városi támogatást, amelyből esetlegesen működhetnek, fejlődhetnek a közeljövőben. Döntöttek egy ideiglenes munkacsoport létrehozásáról, akik azon fognak dolgozni, hogy a sportdiplomáciai kapcsolatokat szorosabbra fűzzék. Javaslatomban a közeljövőben egy ideiglenes munkacsoport fog dolgozni azon, hogy az NSU, a Nemzeti Sportügynökség vérkeringésébe, ha szabad így fogalmazni, ismételten bekerüljön Szekszárd. Ez egy jelentősebb támogatási forma, amit a szekszárdi sportra, sportegyesületekre fordíthat a város, hogyha ismételten sikerül sikerrel pályáznunk. Ezen túl szekszárdi iskolások támogatása is napirenden volt a bizottság legutóbbi ülésén. Döntöttünk a Tanulj, hogy boldog új pályázatról. Ez nem annyira ismert ez a pályázati forma. Szekszárdi iskolásoknak írta ki egy szekszárdi vállalkozás. 2017 óta működik, éves szinten nagyjából 10-15 diákot támogat ez a cég. Havi szinten 15 ezer forinttal nagyjából, tehát egy nagyon korrekt támogatási forma. A tagok többek között még elbírálták különböző sportegyesületek támogatási kérelmeit is. Gólt szerzett a magyar U19-es női labdarúgó válogatottban a szekszárdi UFC fiatal tehetsége Acsádi Petra. A játékos a Ciprus nemzeti együttese elleni 6-1-es magyar sikerrel végződő felkészülési találkozón talált be a 90. percben egy szöglet utáni szituációban. A magyar csapat novemberben és decemberben Svédország, Hollandia és Skócia gárdái ellen lép pályára Európa bajnoki selejtező mérkőzéseken. A napokban ülést tartott Szekszárd önkormányzata közgyűlésének gazdasági és pénzügyi bizottsága is. A Szollár Zoltán vezette bizottság Móra Viktóriát választotta meg elnök helyettesnek. A tagok nyílt és zárt ülésen összesen 21 előterjesztést tárgyaltak. Többek között a város cégeinek második negyedéves pénzügyi beszámolóit a zárt ülésen tárgyaltunk a város tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint településképi vélemény iránti kérelmeket tárgyaltunk. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban egy örök téma került színpadra Sell Judit, Jászai Mari díjas színművésznő és barátnője, Szűcs Gabi által, aki nem mellesleg a Cotton Club Singers alapítója és fonogram díjas énekesnő. A feleségek is szeretők zenés esti előadás Pelsőci Réka rendező által került a publikum elé. Ez az este a századok óta érdekes nőről szól, aki csábító végzetes szeretőnek való, vagy éppen az odaadó pár, anya házastárs, a férje hű támasza, a feleség.
Igen? Ez egy örök téma, és azért is érdekes, mert köztünk is egy örök téma, mert mindenki feleség, van, aki szerető, tehát hogy így baráti körön belül, és gyakorlatilag azon túl, hogy ugye nagyon híres divákra emlékezünk, és őket idézzük ebben a műsorban, azért vannak nekünk is személyes élményeink, és tulajdonképpen ezt nem a műsor kapcsán egyeztettük egymással, hanem ez már évek óta mi ugye ilyen nagyon szoros barátságban vagyunk. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás Dombóváron tartotta alakuló ülését. A találkozó legfontosabb napirendi pontjai között szerepelt az új elnöki és alelnöki pozíciók megválasztása. Az új vezetés célja, hogy erősítse a térség fejlődését támogató együttműködéseket. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás alakuló ülésén elnöknek Pintér Szilárdot, Dombóvár polgármesterét választották, aki mostantól a szervezet vezetőjeként irányítja a kaposmenti települések fejlődését célzó munkát. Célja, hogy a térség gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődését elősegítő projekteket indítson el, és erősítse a partnerséget a környező települések között. Ennek a kihívásnak én ma harmadik ízben próbálok eleget tenni 2015 és 2019 után. Én nagyon remélem, hogy az a hatékony együttműködés, együtt gondolkodás, ami jellemezte ezt a társulást, továbbra is élni fog. Nagyon remélem, hogy sikeresek leszünk újból pályázatokból, és tudunk úgy együttműködni, hogy annak mind a 16 település érezze a gyümölcsét. Eddig is próbáltam, és ezután is úgy fog lenni, hogy minden kis településen próbálunk segíteni. Mindenki fontos számunkra, és senkit nem akarunk magára hagyni. Az eseményen a társuláshoz tartozó települések vezetői is jelen voltak, köztük Szakcs polgármestere, Buzsáki Norbert, aki szintén támogatta a megválasztott elnököket és az együttműködés megerősítését. A 16 települést bízunk benne, hogy továbbiakban is együtt fog tudni dolgozni, ugyanúgy, ahogy eddig, sikerekben. Bízunk benne, rengeteg pályázatban indultunk egyébként Szakcs községben, ezeket megpróbáljuk folytatni. Ugye Szakcs, Lápafővárunk. Egyébként is ugye társulásban működik együtt, tehát ezeket próbáljuk továbbvinni és együtt fejlődni. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartott társulás élére új elnököt választottak, Horváth József Lászlónét. Kiemelten fontos számára a térség szociális ellátórendszerének fejlesztése, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások erősítése. Nagy örömömre szolgál, hogy megbíztak a társulás tagjai azzal, hogy én lehetek most ennek a társulásnak az elnöke. Én azért érzem ezt megtiszteltetésnek, mert úgy gondolom én, hogy tehetek a járás és a társulás területén lakó emberekért. Eddig humánbizottság elnöke voltam a Dombóvári Önkormányzatban, van ezzel a területtel kapcsolatos tapasztalatom, és bízom benne, hogy tevékenyen tudok ebben a feladatban szolgálni. A társulás célja, hogy elősegítse a helyi közösségek számára kulcsfontosságú fejlesztési projektek elindítását és lebonyolítását. A következő ciklusban várhatóan több olyan stratégiai döntés is születik, amelyek hosszú távon formálják majd a kaposmenti térség jövőjét, gazdaságilag és kulturálisan is. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Egykori diákok, tanárok találkoztak, 30 éves jubileumot ünnepeltek a Református Gimnáziumban Pécsen. Tüzes buli, zenés fürdőzésre várták a vendégeket Igalban. Kinyitották az üzemek kapuit, erőművek éjszakája Pécsen. Ünnepi istentisztelettel és öregdiák találkozóval ünnepelték a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának 30 éves jubileumát szombaton. Az eseményen megalakult az intézmény alumni köre is. Idén ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Pécsi Református Kollégium és Gimnázium. Az ünnepi rendezvényre egykori diákok is érkeztek. A Pécsi Református Gimnázium 1994-ben alakult az alapító okirata szerint, ugyanakkor már 1992-re visszanyúlik a története. Akkor a Kodály Zoltán gimnáziumban az ottani katonai osztály kivezetését követően egy református osztály indult el.
a rendszerváltás után vagyunk, amikor is a Baranyai Református Egyház megye újra gondolta a református oktatásnak a helyzetét, és a korábbi polgári lányiskola épületére, ami a Szabadságúton volt található, a központi menza épületét kárpotlásban nem azt kérték vissza, hanem egy új területet igyekeztek abból az összegből, a kárpotlásért járó összegből megvásárolni. Ez lett ez a telephely, ami annak idején egy gyártelep volt, egy irodaházzal, ifák álltak itt, több száz autógumi, és itt kezdődött el a református oktatás. Volt tanárok és diákok, régi barátok találkozhattak az intézmény udvarán, az Isten tisztelet előtt. Azért szívem csücske ez az intézmény, mert én a második évfolyamba jártam, tehát 2 évig még a Kodály gimnáziumba, az utolsó 2 évet pedig már itt töltöttük saját iskolánkban. Én 1997-ben itt érettségiztem, és hát így nagy örömöm, hogy most már 11 éve vezethetem azt a gimnáziumot, amelyben annak idején érettségítettem. A rendezvényen Hoppá Péter, mint az iskolát fenntartó igazgatói tanács elnöke is részt vett. Kiemelte, a hit megerősítése mellett ugyanolyan fontos, hogy a gyerekek megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek. A rendszerváltoztatás után a baranyai reformátusok éltek azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a kommunista diktatúra által megszüntetett és bezárt polgári leányiskolát, középiskolát újraindítottuk. És ennek az évszáma 1994, úgyhogy ezért van, hogy most 30 éves jubileumot ünnepelhetünk. Azért van szükség erre, mert a sokszínű köznevelés, oktatás az plurális lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők, akik adott esetben egy egyházi neveltetésben szeretnék részesíteni a gyermekeiket, ők ugyanolyan adófizető állampolgárai Magyarországnak, mint akik állami iskolában, ideológia semleges iskolában szeretnék tanítatni a gyermekeiket. Ezért vált lehetővé a diktatúra vége után, a rendszerváltoztatás után, hogy egyházi iskolák újra nyissák a kapuikat. Emlékezzünk arra, hogy 1948-ban, amikor a kommunista diktatúra átvette Magyarország irányítását, akkor 1065 református iskolát vettek el az egyháztól, államosították őket, köztük a pécsit, és az 1065 helyén egyetlen egyet engedtek megmaradni, a debreceni református gimnáziumot. És mára egyébként összességében nagyjából 300 református iskola működik Magyarországon, tehát körülbelül azt mondhatjuk, hogy a harmada, 40%-a indult újra, ennyire volt igény, és ezekben az iskolákban teltház van. Az ünnepélyes istentiszteletet követő szeretett vendégség után megalakult az oktatási intézmény alumni köre is. Ennek elsődleges célja a kapcsolaterősítés a volt és a jelenlegi diákok, valamint az alma mater között. Az ünnepi alkalom közös énekléssel zárult. Tüzes halloweeni bulira várták a fürdőzőket szombaton a Somogyi Igalban. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is készültek a vendégeknek, akiket este DJ és egy tűzvarázs műsor is szórakoztatott. Zenés fürdőzésre várták szombaton az érdeklődőket Igalban, ahol több év kihagyás után szervezték meg újra a halloweeni programot. Először kertrendezés volt otthon délelőtt, aztán úgy gondoltuk, hogy ennyit megérdemlünk, és eljöttünk délután egyet fürödni, kikapcsolódni, szórakozni. Voltak, akik kiegészítőkkel érkeztek a halloweeni bulira. Készültünk, vártuk, azt hittük, hogy többen fognak majd kicsikét magukra adni, de hát úgy látjuk, hogy nem, de mindig nem szégyeljük magunkat, és ez nekünk így jó tetszik. Jánosék Németországban élnek. Ha hazalátogatnak, akkor az igali fürdőzést sem hagyják ki. Legutóbb ez egy bulival is párosult. Amikor tehetjük 3-4 havonta, hogy szabadság engedi, jövünk. Ki választotta a dress kódot? Ketten, együtt. Hát ő neki, hogy ilyen koszorkány is legyen. Én nekem meg azért a halálfejet. Fédermahúzos, hogy ez. De nem vagytok rémisztőek. Nem is kell annak lenni szerintem. A hangulatnak kell meglenni. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is várták a vendégeket Igalban. Az este viszont a buliról szólt a gyógyfürdőben. Csak fürdöttünk meg, faragtunk tökött is. És bulisztok közben. Igen. A létesítményben nem csak nyáron, hanem egész évben várják tematikus programok a vendégeket.
Azt gondolom, hogy a fürdő vendégeknek igénye van a programokra, nagyon szeretik is a programokat. Azt kell mondanom, hogy Igalnak már mondhatni, hogy védjegyévé váltak a programok, hiszen egész év során körülbelül 50 kisebb-nagyobb rendezvénnyel várjuk a hozzánk látogató fürdőzőket. Nagyon szeretik a tematikus zenés programokat, de az év folyamán szoktunk szervezni gasztronómiai programokat és egyéb tematikus jellegű programokat is. A legutóbbi programon egy tüzes meglepetéssel is készültek a szervezők. A fürdőzőket a tűzvarás produkció tagjai szórakoztatták. Legnagyobb lángokat, ugye a tűz és a víz, ez jól néz ki mindig, úgyhogy mindent, amit lehetett, plusz a rémes arcot is hoztuk hozzá, meg a hátborzongatót. Remélem, jól sikerült. A fellépők számos eszközt bevetettek, hogy elkápráztassák a fürdőzőket. Nagyon sok tűzes eszközet bevetettünk, nagyon nagy lángokat, illetve technikából a Smartboy nevezetű eszközüket hoztuk, ami kirajzol különböző képeket, logókat. Ennek az az egyedisége, hogy ez saját gyártmány, ez Smartboy eszközünk. Legközelebb tematikus külön programmal november 10-én várják a fürdőzőket Igalban. Márton naphoz kapcsolódva a helyi éttermek, büfék is készülnek, ahol libás ételeket és új borokat is lehet majd kóstolni. Idén már 5. alkalommal rendezték meg az Erőművek éjszakája programot hazánkban. A látogatók ezen a napon szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a víziküzmő szolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését. Így volt ez a pécsi Tettye Forrásháznál is október 25-én. Érkeznek a látogatók a pécsi Tettye Forrásház szennyvíztelepéhez. Ők azok, akik az Erőművek éjszakája programon regisztráltak az üzemlátogatásra. Nem szabadna, hogy nagyon sok olyan dolognak belekerülni a szennyvízbe, ami mégis belekerül, és ezekből próbáltunk itt egy ilyen kis emészthető formában egy ilyen kis bemutatót csinálni. Például ennek a fő eleme ez maga a csatornaszörny. Ez a csatornaszörny, ami olyan anyagokból, használati tárgyakból van összeállítva, ami eldugítja a szennyvízvezetéket. Ezt is bemutatták a telep kiállító helyén, valamint maketteket és egyéb érdekességeket. Ez már egy embernagyságú csatornaszelvény kint a telepen, amin keresztül sétálhattak kicsik és nagyok, akik megismerhettek a szennyvízkezelés különböző állomásaival. Skáfár Katalin pedagógus azt mondja, évek óta jár az Erőművek éjszakája üzemlátogatásaira. Most diákjait is elhozta, mert sok érdekességet megtudhatnak az üzemek működéséről. Kulisszatitkokat, tehát olyanra, amire az ember nem is gondol, hiszen a szakterülethez a saját emberek tudják a legnagyobb felvilágosítást adni. Szóval még itt vagyok én is egy kicsit idősebb fejjel, mint a gyerkőcök, de nekem is rengeteg újat tudnak mondani. Tehát nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Ilyen érdekesség a telepen működő biogázüzem. Ebben a nagy gömbben gyűjtik össze azt a gázt, ami a bekerülő szerves anyagokból, ételmaradék, élelmiszeripari melléktervékekből szabadul fel a bomlás során. Ezzel hajtják meg azokat a motorokat, amik így elektromos áramot termelnek. Ez látja el a pécsi szennyvíztelepet villamos energiával a működéshez. A pécsi szennyvíztisztító telep és biogáz erőmű egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Nagyon sok látogatót fogadunk, többnyire iskolásokat, egyetemistákat, és az erőművek éjszakája arra nyújt egy jó lehetőséget, hogy az egyéni látogatók, családok is beleshessenek egy kicsit a kulisszák mögé. Megnézhessék működés közben azokat a berendezéseket, szerkezeteket, amik az ő mindennapi kényelmüket is biztosítják, amelyek napi 10 olimpiai medencényi szennyvíznek a tisztítását, mozgatását végzik. 120 látogatót fogadott a Tettye Forrásház telephelye az október 25-i eseményen. Az Erőművek éjszakáján országosan 60 helyszínen közel 5200 regisztrált látogatót vártak. Pécsen a távfűtő és a hőerőmű is kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése bizottsági tagokat választottak. Faültetés. A kispolgárok tiszteletére ültettek facsemetéket Dombóváron. Alakuló ülés. Tárgyalt a Szekszárdi Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottság.
Kaposmenti terület és vidékfejlesztési társulás. Továbbra is cél a térségfejlesztés. Szerdán sem érkezik jelentős front a térségbe. Továbbra is nyugodt, szélcsendes időjárásra lehet számítani. Összességében szürkébre forduló időre, kevesebb, szűrtebb napsütésre van kilátás. Tovább csökkenhet a maximum hőmérséklet, de összességében marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. Számottevő csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!